Szeretettel köszöntök mindenkit, a nevem Budainé Orosz Réka, és a hagyományos keddesti webkonferenciák háziasszonyaként köszöntök mindenkit szeretettel. A ma esti témánk a skizofrén agytörzsi konstelláció, és egy esetbemutatás lesz. Nagyon érdekes az elnevezés is. Skizofrén agytörzsi konstelláció és esetbemutatás dr. Rikegert Hámer aranykönyvéből. Erről a ma esti előadónk dr. Budai László Károly, orvos, természetgyógyász, germánygyógytudományterapeuta fog beszélni önöknek, de mivel sosem tudjuk, hogy ki az, aki most van itt először, ezért szeretnélek megkérni Karesz arra, hogy mutass meg a germánygyógytudomány, vezess be ezeket a gondolatokat, mi ez, hogyan lehet használni, és mit tudunk ezáltal az egészségünk megjavításában előrelépni. Nagyon köszönöm a bevezető gondolatokat, Rika, és hát lehet, hogy ijesztően hat a cím, hogy skizofrén agytörzsi konstelláció, egyszerűen lefordítva egy viselkedés zavarról, egy viselkedés változásról van szó, és ahhoz, hogy ezt megértsük, természetesen néhány alapvető dolgot azért tudnunk kell a germán gyógytudományról. Először is azt, hogy a germán gyógytudomány felfedezését, leírását dr. Rikegert Hámernek köszönhetjük, aki nem csak orvos, hanem teológus és fizikus is volt egy személyben, és egyben feltaláló. Az ő családi tragédiájának köszönhette az öt természettörvénynek a felfedezését, ugyanis a fia halála elvesztése következtében kialakult egy heredaganat Hámer doktornál, amit akkori tudásával megengedett megoperálni, de kemo és sugárkezelést nem vállalt be. Majd, mikor egy nőgyógyászati rákklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, kikérdezi a betegeket arról, hogy történt-e valami megrázó lelki traumájuk a daganat megjelenése előtt, és mind a 200 esetben ez igazolódott, hogy egy ilyen daganatos elváltozás előtt mindig van egy nagyon súlyos lelki trauma. A rák vastörvénye így született meg 1981-ben, amikor is Hámer doktor a Bajor TV-ben bejelenti a rákvas törvényét, ami azt jelenti, hogy mindig egy nagyon súlyosan, érzelmileg megérintett, váratlan, meglepetésszerű esemény lesz az, ami elindít bennünk egy szervi elváltozást, de csak akkor, ha magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusban. Tehát mindig egy érzelmi konfliktusról, vagyis egy félelemről beszélünk. Ne feledjük el, hogy a félelem az egyetlen halálos betegség. Nem kellene a félelmekben élnünk ahhoz, hogy megbetegedjünk, vagyis hogyha nem félnénk, hanem tudnánk, hogy a félelmeket hogyan oldjuk fel, és az életünket hát bizalommal, reménnyel, boldogsággal, belső békével töltenénk el, akkor meg se tudnánk betegedni. Persze az élet nem ilyen rózsaszín. Mindig történnek váratlan, súlyos érzelmi megrázkódtatások, de az, hogy meddig maradok bent a konfliktusban, az igen csak és kizárólag tőlem függ, senki mástól. Ez egy nagyon lényeges kérdés, és ennek a megértésére jó lenne tudnunk, hogy ha ebből kilépünk a történetből, akkor nem indul el az agyközvetítésével egy szervi elváltozás. Persze ehhez az kell, hogy benne ragadjak a konfliktusban, mert ha benne ragadok a konfliktusban, akkor mi történik? Akkor a biológiám folyamatosan arra fog reagálni, amit én érzelmileg közvetítek vele. Az is nagyon lényeges, hogy magányosan élem meg az egészet, és ez az elszigetelődés, az érzelmeimnek a kinemmondása, a bentrekedése szintén úgy hat a szervezetünkre, hogy az agy közvetítésével a szervi elváltozást elindítja. A konfliktus pillanatában rögzülnek az úgynevezett sínek, vagyis azok a körülmények, amelyek között ez az egész történet lezajlódott, és az a probléma, hogy ha el is múlik ez a kellemetlen nap vagy élmény, de nincs lezárva érzelmileg, akkor a sínek, vagyis emlékeztető körülményeknek a jelenlétében is most már konfliktus nélkül elindul egy értelmes biológiai különprogram,
értelmes, mert minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, egy biológiai program, ami különben nem indul el, csak ha mi elindítjuk, ezért külön program, rövidítését itt látjuk alul, EBK. A lényeges dolog az lenne tehát, hogy a mai nap is zárjuk le békével a napunkat, ma is bocsássunk meg mindenkinek, aki megbántott minket, vagy magunknak, ha valamit nem úgy tettünk, ahogyan azt szerettük volna megtenni, és hogyha tényleg békével, sőt hálával zárjuk le a napjainkat, akkor a mai események se fognak minket megbetegíteni hosszú távon. Ez lenne az egészségmegőrzésnek a legfontosabb kérdése, nem múljék el nap a te haragoddal. A DHS a Hammer doktor fiáról kapta a megnevezést, itt látjuk a képen Dirk Hammert, ő volt az a 19 éves fiú, aki az apja karjai közt 1978. december 7-én meghalt, pedig az apja 111 napon keresztül küzdött a fia életéért, és mivel a fiához kötötten fedezte fel Hammer doktor a rák vastörvényét, ezért Dirk Hammer szindrómának, DHS-nek nevezi el azokat a kritériumokat, amelyeket itt látunk, és ezt az első természettörvényt akkor Hammer doktor a rák vastörvényének nevezte. Akkor még nem tudta, hogy további törvényeket fog felfedezni, de az is kiderül az első természettörvényből, hogy soha nem az számít, hogy mi történik velünk, hanem mindig az számít, hogy mi arra hogyan reagálunk. Vagyis egy adott körülmény között milyen emlékképek jönnek be, és hát ha valaki minden esetben, minden nem sikerült történetét úgy éli meg, hogy ettől is szarul érzem magam, akkor természetesen idővel ki fogja alakítani magának a vastagbél daganatot, hiszen a virtuális kakitól a szervezetünk szeretne minket megszabadítani. Erről a vékony és vastagbél biológiai programjairól szóló előadásban részletesen lehet hallani. A lényeg még egyszer az, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése, nem pedig a történet maga. A történetet mindenki látja, mindenki tudja, de az, hogy ebből az illető, az érintett mit élt meg, az csak ő tudja elmondani. És pont ebből következik az is, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. A weblapról ismerős ez a kép, remélem mindenkinek, hiszen a főoldalról tudtunk bejelentkezni a webkonferenciára. Ez a mondat nem önvédelemből lett ide kitéve, hanem azért, mert ez valóban így van. Én senki helyett nem tudok meggyógyulni, Réka sem. Abban tudunk segíteni, hogy rávezettünk valakit arra, hogy hogyan oldja meg érzelmileg mindazt, amit meg kell oldania. De az, aki nem tud megbocsátani, vagy azt mondja, hogy megbocsátok, de nem felejtek, az ne reméljen gyógyulást. A gyógyulás első alapfeltétele, hogy legyünk őszinték önmagunkhoz, és ismerjük be, hogy ezt az adott biológiai választ én indítottam el. Rendben van. Második lépés az, hogy megbocsátom magamnak, hisz nem tudtam róla. Ez van, ez történt, és megbocsátok a másik embernek is, akihez kötődik az én konfliktusom, hiszen nem ő a konfliktusomnak az oka. Nem ő okozta, én okoztam magamnak azzal a reagálással, ahogyan én reagáltam az ő, hát teszem azt, nem várt bejelentésére. Tehát amikor eljutok idáig, akkor már beszélhetünk a továbbiakban arról, hogy miről is szól ez az egész, hogyan zajlik le, és mivel kéne valójában foglalkozni. De ez az első három lépés az előfeltétele annak, hogy elinduljunk a gyógyulás útján. A DHS pillanatát látjuk ezen a grafikus ábrázoláson, itt bejelölve, ezen az első függőleges vonalon. Ezt a rajzot is Hammer doktor készítette, és Hammeri iránytűnek is nevezzük. Amíg a konfliktus nem csap be az életünkben, addig élünk úgymond, mint hal a vízben, nappal a szimpatikus, éjszaka a paraszimpatikus idegrendszer túlsúlya jellemző, mert ez így van kitalálva, ezek amiről szóltam, ezek a szakszavak, arról az idegrendszerünkről szól, ami autonóm módon működik, ezért autonóm idegrendszernek is nevezték, újabban vegetatív idegrendszernek nevezik. Hát minden szervünknek a működéséhez kell ingerlés és kell gátlás, és ez a két
rész a szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer lesz az, ami ezt az egészet beszabályozza. Azt látjuk, hogy amikor a konfliktusban benne ragadok, elindul a konfliktus aktív fázis, itt az első két függőleges vonal között kék színnel besatírozva, azt látjuk, hogy a szimpatikus idegrendszer túlsúlya a jellemző. Ez abban nyilvánul meg, amit már mindenki megtapasztalt, akinek volt valamilyen stressz az életében, és abban benne ragadt. Ugye ilyenkor nem tudunk elaludni, ha az agyunk azon pörög, hogy mi történt, hogy tehetett ilyet, vagy hogy oldja meg ezt a kutyaszorító helyzetet, amiben belekerültem. Második része, hogy emelkedik a vérnyomás, pulzusszám, légzésszám. Ha elalszom is felébredek, de nincs étvágyam, nem eszem, nem táplálkozom rendesen, lefogyok. Ezek a legáltalánosabb tünetek, és hideg a kezem, hideg a lábam, ezért jelezte ezt Heimer doktor kék színnel. Részletesen az öt természettörvényről természetesen van előadás, itt most csak néhány alapvető, lényeges dolgot tudok megemlíteni, hogy jusson időnk a mai témának a kifejtésére is. Ez a konfliktus aktív szakasz addig tart, míg meg nem történik a konfliktus feloldása, a KM, konfliktus megoldását jelentő pillanat, és ezután jön a megoldást követő fázis. Most nem mindegy, hogy ez a megoldás hogyan történt, mert lehet, hogy megváltoztak a körülmények, meghalt az, akire haragudtam, elköltöztem, munkahelyet változtattam, bármit elvégeztem fizikai szinten a világban, az már biztos, hogy egy megoldás, de ilyenkor még megmaradnak a sínek. Viszont ha érzelmileg is fel tudom oldani azt, amiben belekerültem, akkor eltűnnek a sínek, és nem leszek krónikus beteg. Ennek a kialakulását későbbiekbe fogom taglalni. Tehát ha megtörténik a megoldás valamilyen úton, módon, akkor a szervezetem helyre teszi mindazt, amit már a konfliktus aktív szakaszban elkövetett az én túlélésem érdekében. Ez egy nagyon lényeges kérdés, hogy tudjuk, hogy a konfliktus aktív szakaszban már a biológiám segít nekem biológiai szinten abban, amit én érzelmileg nem tudtam feloldani. A megoldási szakaszban látjuk a piros szint az exudatív fázisban, ami azt jelenti, hogy itt gyulladásos tünetek jelentkeznek, tehát a pirosság, a duzzanat, a melegség, a fájdalom és a működés visszafogottsága, a rubor, tumor, kalor, dolor, funkció, lézár, hogy ezt már a régi hallgatóink szerintem kívülről tudják. És azt is tudják, hogy ilyenkor az exudatív fázisban a folyadék gyülem, a szöveti folyadéknek a felszaporodása, hogy egészen pontosan fogalmazok. Nem csak a szövetek szintjén történik meg, hanem agyi szinten is, minden lélek-agyszer szinten zajlik, tehát agyi ödéma és ebből adódóan fejfájás is fel fog lépni. Ezek a gyulladásos tünetek nem tartanak örökké, hiszen ha tudom, hogy a fájdalom, a gyulladás épp a gyógyulásomnak a bizonyítéka, akkor nem esek kétségbe, hanem elősegítem a gyógyulásomat legalább azzal, hogy nyugodt maradok. Bekövetkezik az epileptoid krízis, aminek a lényege az agyi relének, az agyi központnak a rendbetétele. Ez kerül rendbe legelőször, hiszen kipréseljük innen a felesleges folyadékot, megszűnik a fejfájás, és több vizeletet ürítünk, mint amennyi folyadékot megittunk. Mondhatnám ezt idézőjelben, hogy pisi szakasz. Tehát ez a lényeges tulajdonság, ez jelen van, viszont ne feledjük, hogy a legdurvább tüneteket is ebben az epileptoid krízisben fogjuk megtapasztalni, ami jelentheti adott esetben a szívnek a megállását, a tüdőembóliát, a mélyvénás trombózist, az epilepsziás görcsrohamot. Igen, akkor lesz epilepsziás görcsroham, ha maga az a DHS, itt a legelején egy mozgáshoz kötött konfliktus volt, amitől nagyon el szerettem volna szakadni, választódni, és ennek a két programnak az együttes megoldása fogja okozni az absence-t, vagyis az emlékezet kiesést, vagy eszméletvesztést, és az izmoknak a rángatózását. Nos, akkor epilepsziás görcsrohamról beszélünk, különben epileptoid krízisről. Ezután következik a hegesedési fázis, ahol megint a melegtünetek lesznek számottevőek. Itt egy extrém fáradtságot fogunk érezni, és
természetes már jó a hangulatunk és jó az étvágyunk. Nem kéne itt feladni a reményt, mert pontosan néhány nap vagy egy-két hét választhat el már bennünket csak a megoldástól, annak függvényében természetesen, hogy meddig ültünk a konfliktus aktív szakaszban. Tény és való, hogy az legdurvább tünetek azt jelentik, hogy a megoldás kellős közepén vagyunk. Jó lenne ezzel tisztában lenni, és nem kétségbe esni. Hammer doktor tovább folytatja a kutatásait, és keresi, hogy miért történik az, ami történik a konfliktus aktív, és mi történik a megoldási szakaszban. Megfigyeli, hogy a konfliktus aktív szakaszban vagy sejteket szaporítok, vagy sejteket sorvasztok, vagy működést változtatok. A megoldási szakaszban, a megoldást követő szakaszban, MK-fázis, ennek a fordítottját csináljuk természetesen, tehát ha sejteket szaporítottunk, akkor a felesleges sejteket lebontjuk, mert nem tartunk el feleslegesen sejteket, és ezeket a nyírokrendszer fogja újrahasznosítani, vagyis nem áttétről beszélünk, hanem egy teljesen értelmes biológiai programról, amikor a nyirokcsomóban, a környéki nyirokcsomóban duzzanatot fogunk tapasztalni. Ha sejteket sorvasztottunk a konfliktus aktív szakaszban, akkor ezt vissza fogjuk építeni természetesen, sőt, többet építünk vissza, mint amennyit lebontottunk, ha önleértékelésről beszélünk. A működésváltozásnál nem a sejtek számával, hanem a sejtek működésének a gátlásával, fékezésével indul a program. A megoldási szakaszban ennek helyreállítása történik, mondjuk így fog meggyógyulni egy cukorbetegség, vagy éppenséggel egy szaglásnak az elvesztése így rendbe jön, vagy egyéb ilyen működésváltozásról szóló történetet. Nyilvánvaló, ennél sem mindegy, hogy mennyit ültünk a konfliktusban. És mindez nem véletlenszerűen történik így, mert Hammer doktor ahhoz, hogy mindezt megértse és elinktárja, visszalapozott egészen az embriológiáig, vagyis az egyetfejlődéssel foglalkozó anyagig, amiből minden orvos vizsgázott. Itt látjuk a keresztmetszeti képen bal oldalon a három csíralemez, amiből minden sejtünk, szövetünk kialakult. Nyilván a három csíralemez az a megtermékenyített petesejt sejtosztódása révén alakul így ki. Látjuk a színekkel jelölve a belső sárga színnel, a középső narancs színnel és a külső csíralemeznek piros színnel azokat a legfontosabb részeit, amik ebből kialakulnak, és mellette látjuk azokat az idegi központokat, amelyek egy életen át az adott sejteket fogják irányítani. A belső csíralemez sárga színnel, vagy entoderma, ki hogy szereti, olyan sejteket biztosít számunkra, amelyek az életfeltételeket biztosítják. Az, hogy egyáltalán életben maradjunk, és a legősibb agyi rész, az agytörzs irányítja ezeket a működéseket. Nyilvánvaló az életben maradáshoz kell levegő, víz, táplálék, fény és hang, és ezeknek a megszerzésére a sejtjeinket mindig először szaporítjuk, megoldásban le fogjuk bontani a felesleges sejteket. Ezeket falat konfliktusoknak nevezte Hammer doktor, mert nem csak táplálék falatra, hanem levegő, fény, hang és víz falatra is szükségük van ahhoz, hogy életben maradjunk, és itt látjuk jobb oldalt az agytörzsnek a keresztmetszeti képét és benne a jelenlévő kimutatott idegi központokat. A narancssárga szín mezoderma valójában mezenkíma sejteket tartalmaz, és ezekből lesznek régi és új mezoderma sejtek. A régi mezoderma sejtek a kisagy irányítása alatt lesznek, és a kisagy, valamint az agytörzs, látjuk itt egymás mellett, mind az alsó, mind a felső, mind a középső képen, tehát ez a két agyi rész, ez az ősagyhoz tartozik. Ennél fogva a kisagyban is a konfliktus aktív szakaszban először szaporítjuk a sejteket, majd a megoldásban lebontjuk a feleslegessé vált sejteket. A kisagy a vélt vagy valós támadásokkal és a gondozási konfliktusok megoldásával foglalkozik, ami azt jelenti, hogy túlzásba vittem az aggódást és meldaganatot, hoztam létre. Itt látjuk jobb oldalt középen a kisagyi metszetet, és éppen a két mell
relének a bejelölését mindkét oldalon. Ez a kisagyi konstellációnak különben az ábrája. Szóval a kisagy vélt vagy valós támadásokra az írha szöveteit, sejtjeit fogja szaporításnak indítani, nyilván ide a járulékok is tartoznak, de a vélt vagy valós támadásra képesek vagyunk hashártya, mellhártya vagy szívburok megvastagodást és annak lebontását is megoldani. Természetesen gyulladásos folyamatokkal, éjszakai izzadással, ahogy az a biológiában teljesen természetes. A képzeletbeli vonal fölött látjuk ezt a narancssárga színnel jelzett kifliszerű idegi képződményt, ez a fehér állomány vagy agyvelő, aminek a helye tulajdonképpen itt a piros mezőben látható fehér kihagyott színnel. Tehát ez már a nagyagy és a nagyagy mindkét képlete, a fehér állomány és az agykéreg is. Először a sejtek sorvadását indítja el konfliktus aktív szakaszban, majd megoldásban történik a hiányzó sejtek visszaépítése. A narancssárga színnel jelzett agyvelő vagy fehér állományban kimutatható agyi központok, itt látjuk jobb oldalt, ugye ebben a tojás szerű metszetben azokat az idegi központokat narancsszínnel, amiket Hammer doktor ábrázol számunkra. Tehát ezek a központok mindig az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinkre fognak reagálni. Az önleértékelés önpusztítást jelent a biológiánkban, ezt ne felejtjük el. Az önleértékelésnek a biológiai értelme a megoldásban lesz, amikor többet építünk vissza, mint amennyit lebontottunk. Az önleértékelésnél szeretném tisztázni egy nagyon lényeges kérdést. Az önleértékelés az nem azt jelenti, hogy önértékelés letörés. Ilyet is hallhatunk más előadóktól. Az önleértékelést mindenki önmaga éli meg akkor, amikor önmagát egy másik emberrel, annak fizikai, értelmi tulajdonságával összehasonlítja, és azt következteti ki, hogy én nem vagyok olyan, mint ő. Vagyis senki sem önértékelés letörést szenved, hanem nem más töri le a magamról kialakított képet, hanem azt én magam teszem, mert nem vagyok tisztában azzal, hogy ki vagyok én valójában. Csupán a biológiai és a fizikai szinten határoztam meg önmagam, azonosulok a származásommal, a fizikai, szellemi képességeimmel, és a célom csupán annyi, hogy erősebb és okosabb legyek, mint a másik. És amikor ezt nem sikerül elérnem, akkor jön az önleértékelésem. Mert elhittem már gyerekkoromban, hogy csak akkor vagyok szerethető, ha, és marad a megfelelési kényszer, túlhajszoltság, szívelégtelenség, stb. Ha arra is képtelen vagyok, hogy megfeleljek, bárhogyan is csinálom, sehogyan se jó a másiknak, akkor már azt érzem, hogy nem vagyok szerethető, és a csontig hatoló önleértékelés lesz az, ami a konfliktus aktív fázisban vérszegénységet, anémiát, majd a megoldásban leukémiát fog okozni. Ezen a jobboldali metszeten, tehát pontosan a testtájéknak megfelelő agyi reléket látjuk felsorolva a Hammer doktor könyvéből. A piros színnel jelzett ektodermális sejteket az agykéreg irányítja, és amint látjuk ebben a piros babában, a külső bőrünk lett ábrázolva, vagyis az elválasztás annyit jelent, hogy nagyon szeretnék, vagy nagyon nem szeretnék elszakadni valakitől. Egy szeretet élőlénytől, nem biztos, hogy emberi lényről beszélünk, lehet ez egy kedvenc állat is. Tehát akár szeretném, akár nem szeretném, mindig először sorvasztom a sejteket, majd megoldásba visszaépítem. A birtokkonfliktusok a birtokzónákba csapódnak, ennek látjuk jobb felső sarokban a keresztmetszeti képét, és ez egy külön történet, nyilván ezekről mind webkonferencia előadások vannak, és az agykéreg vezérli még az összes érzékszerv által beküldött információt, és alakítja át érzetté. Ennek az egész képnek a fő üzenete laikus ember számára, hogy megértse, hogy nincsenek áttétek. Ugyanis az a sejt, ami egyszer kialakult egy csiralemezből, és egy adott idegi központhoz kötődik, az innen nem fog elvándorolni, hogy
teszem azt, egy másik csiralemezből eredő sejté alakuljon. Ez biológiai képtelenség. Még a prostata sejt sem tud tüdős sejté alakulni, bár mind a kettő ugyanabból a csiralemezből származik. A halálfélelem viszont elindítja mindenkiben a tüdőszövet szaporulatot, és ezt természetesen már áttétnek fogják nevezni. Még egyszer mondom, nem áttétek vannak, csak újabb és újabb konfliktusok, amelyeket nem oldottunk fel. Itt látjuk a krónikus betegségek kialakulásának az okait. Ha meg se oldom a konfliktust, akkor függő konfliktus aktivitásban a meg nem oldott konfliktus folyamatosan fönntartja a programot. És ez elvezethet egy elképesztő szövetszaporulathoz, amit már műteni kell, vagy egy olyan szövethiányhoz, ami már vérzést okoz, és természetesen ezek az élettel nem összeegyeztethető dolgok. Tehát jó lenne lezárni a békétlenséget először is önmagunkban. A policiklikus lefolyásnak a képe azt jelenti, hogy legalább nem unalmas az életünk, mert újra meg újra előjönnek azok a nyavajás tünetek, ősszel és tavasszal fáj a gyomrom, vajon miért? Nem az ősz és nem a tavasz a hibás, nem az a lényeg, hogy akkor elköltözök oda, ahol se ősz, se tavasz nincs, mondjuk Szibériába vagy az Egyenlítőre, hanem az lenne a lényeg, hogy megértsük, hogy mi volt maga a DHS, és végre a megoldást érzelmileg csináljuk meg. Fejezzük be a bosszankodást, mert se bosszankodással, se aggódással nem oldunk meg semmit az életünkbe, viszont tudunk bosszankodással nagyon komoly gyomorfekét, epés panaszokat, hasnyálmirigy programot elindítani, vagy az aggódással meldaganatot. Tehát ha valaki egyszer végig aggódta magát, mondjuk, hogy meggyógyult, és újra megjelent a daganat a mellében, vagy a másik mellében, ez csak azt jelenti, hogy nem kiújult a daganat, hanem még mindig aggódik, csak most más miatt. Az aggódás nem tette feleslegessé. A függő gyógyulás az már nem unalmas, mert folyamatos a fájdalom, amint látjuk. A piros szín dominál itt, ezek a kis rövid kék szakaszok csak a gyakori sínre kerülést jelölik számunkra. Tehát amikor naponta, két naponta újra meg újra sínre kerül egy történet, mert teszem azt a főnökömre, halakszom, és ugye megbocsátok, de nem felejtek alapon megyek be dolgozni, akkor a főnöknek az optikai látványa újra elindítja bennem a programot, és élvezni fogom az emésztő rendszeri panaszaimat. Tehát még mindig ott tartunk, hogy zárjuk le békével a napjainkat, és akkor megértjük, megéljük azt, hogy a biológiánk az soha nem ellenünk, hanem mindig értünk, dolgozik, és ha végre megértjük, hogy mit tesz értünk, akkor pánikmentesen végig fogjuk csinálni a gyógyulásunkat. Nos, a kérdés az, hogy van-e segítségünk ebben? Természetesen van. A legfontosabb segédeinket úgy hívjuk, hogy mikroorganizmusok, azok a mikroszkopikus élőlények, amelyek bennünk vannak, és csiralemezhez kötötten segítenek nekünk a sejtek számának a rendezésében. Tehát amikor először sejtet építettem, falat konfliktusok, endoderma, vagy vélt vagy valós támadások és gondozási konfliktusok kisagyi programoknál, ott a gombák, illetve a mikobaktériumok, gombabaktériumok fognak segíteni lebontani a felesleges sejteket, feltéve, hogy vannak-e még bennünk ilyenek, vagy már sikerült oltásokkal ezeket kiirtani belőlünk. Az új mezodermális sejteknek a visszaépítését a baktériumok fogják segíteni az önleértékelés megoldási szakaszában, és ugyanígy az ektodermális programoknál, tehát elválasztási birtokkonfliktusnál a vírusok fognak segíteni abban, hogy visszaépítsük a lebontott nyálkahártyát. Tehát amikor valakinek krónikus hepatitiszt mutatnak ki, akkor csak annyit jelent, hogy ez az ember krónikusan bosszankodik, ellenszegül, és lehet, hogy még cukorbeteg is ebből adódóan. Lehet, hogy valakinek mészájsebe van folyamatosan, az csak annyit jelent, hogy folyamatosan féltékeny, és azért mutatható ki a HPV vírus. Tehát nem a HPV okozza a mészájsebet, hanem a féltékenység. És ha megoldjuk a féltékenységet, akkor a HPV vírusok felesleges száma is el fog tűnni, és a seb begyógyul.
Azt hiszem, ennél jobb híreket nem mondhatok annak, aki először hallja ezt a webkonferenciát. A legfontosabb megjegyezni viszont az ötödik természettörvényt, és ez annyira egyszerű, hogy 12 éves gyerek is rájött. Mert ha kinézzünk az ablakon minden nap az élővilágba, és nem a betonházakba, akkor azt látjuk, hogy minden, ami él, az élni akar. A kerti virágoktól kezdve a mókusokig, a nyuszikig, és a háziállatokig minden élőlény élni akar. Vagyis mindenkinek, aki élőlény, a célja a túlélés, és ezen belül a faj fenntartása. És az embernek, mind biológiai lénynek ugyanez a célja. És ezt nem mondhatnánk, hogy rossz indulatú feladat. Ez egy értelmes biológiai program. Ha ezt megértjük, akkor megnyugszunk, hogy mindaz, ami a szervezetünkben történik, és betegségnek neveztük eddig, ezek értelmes programok. Természetesen az lenne a legértelmesebb, ha el se indítanánk ezeket a programokat, hanem feleslegesen is tudnánk ezeket tenni. Ahhoz, hogy a skizofrén agytörzsi konstellációkról beszéljek, ahhoz tisztázni kell a konstelláció fogalmát, amit itt szépen vastag betűkkel kiírtam. Két szem közti agyféltekében egymással szemben elhelyezkedő és párhuzamosan zajló értelmes biológiai program. Láthatjuk az agytörzsi konstellációt, a mai napnak a témáját, hogy a középvonal két oldalán van egy-egy aktív góc. Ha kisagyi szinten van, akkor kisagyi konstellációról, fehérállományi konstelláció, és látjuk itt a birtokzónákban is a konstellált állapotot, hogy egyik oldalon és másik oldalon is van egy aktív góc. Ez nagyon lényeges kérdés, hogy vagy konfliktus aktív szakaszban, vagy epileptoid krízisben kell lennie, és ez mindig viselkedés változást hoz létre, és rá fogunk jönni, hogy ez a viselkedés változás is tulajdonképpen a túlélést szolgálja. A Hammer doktor az aranykönyvében ezt írja. Úgy tűnik, hogy a skizofrén konstelláció majdnem az élettel egyidős. Ezért nem is lehet defekt, hanem biológiai értelmének kell lennie. És ezt meg is találjuk. Nézzünk csak egy tipikus esetet. Ha egy embernek vagy állatnak hirtelen és váratlanul menekülnie kell, természetesen DHS-sel, konfliktussal, és egy másik ismeretlen tájra kerül, akkor általában elszenved egy úgynevezett menekülési konfliktust, egy olyan konfliktust, ahol elanyátlanodva érzi magát. Szervi szinten úgynevezett gyűjtőcsatornarák következik be, ami a vesegyűjtő csöveket, csatornákat az egyik vesében, vagy a vesék egy részében eltömi úgy, hogy kevesebb vizelet folyik ki a veséből, vagyis spórol a vízzel. Ugyanis így a vizelet valamivel koncentráltabb lesz, úgyhogy a vizeletben való anyagokat még ki tudja választani. Mert a természetben a víz sokkal nagyobb probléma egy idegen környezetben, mint a táplálék. Egyidejűleg benne van a programban, hogyha lehet, vizet kell felvenni minden adódó alkalommal. Ez remélem mindenki számára világos, ha elmegyünk valamerre, ha más nem vizet, azért szoktunk vinni magunkkal. A menekülési konfliktus abból az időből származik még, amikor az élőlények még a vízből jöttek ki, és lassan alkalmazkodtak a szárazföldhöz. A képen látjuk a vesének a didaktikus ábrázolását, és aki a veséről szóló webkonferencia anyagot ismeri, azt tudja, hogy a vese, mint a szervezet vízműve, zárójelbe téve, két komoly dolgot kell megoldjon, azt, ha túl sok víz van, és azt, ha nagyon kevés víz van. Nyilvánvaló, ha túl sok víz van, akkor itt a piros színnel jelzett glomerulust fogja sorvasztani, hogy kevesebb víz jusson a vesék szintjére, hiszen az elárasztás a vízzel, folyadékkal való konfliktus fogja ezt az egészet elindítani. A megoldásban már nem lesz olyan szép a vesék, mint volt, és ezt természetes már daganatnak fogják nevezni, Wilms-tumornak. A kéregben létrejövő ciszták pedig semmi más nem jelentenek, csak hogy túl vagyunk egy ilyen konfliktuson, és a glomerulusoknak itt a helyét ezek a ciszták fogják kitölteni. A másik nagy probléma, ha kevés a víz, amiről az előbb beszéltem,
És ilyenkor, amint látjuk, a vesegyűjtő csatornáskákon keresztül fog ez megoldódni, ugyanis ha lezárjuk ezt a vékony csatornácskát, akkor kevesebb víz fog kijutni, mint normális esetben. Nem másfél liter vizeletet, hanem 2 deci vizeletet fogunk üríteni, mert spóroljuk a vizet, ahogy ezt az előbb Hámer doktor is számunkra bemutatta. A sejtszaporítás ebben a vékony csőben történik meg. A lebontáskor természetesen jönnek a tünetek, az izzadás és mindenféle olyan kellemetlen tünet, amivel, hát, mint vese, gyulladásba kerülhetünk az osztályra, vagy véres, gennyes vizeletet fogunk üríteni. A veséről szóló webkonferencia anyagban ezekről részletesen beszélek. Nos, az agytörzsi konstelláció kialakulásáról tudnunk kell, hogy eredetileg a menekülési konfliktus abból az időből származik, amikor az élőlények még a vízből jöttek, és lassan alkalmazkodtak a szárazföldhöz. Most adódik egy második menekülési vagy magára hagyottsági helyzet, ami ugyanazt a vesét érintheti egy másik részen, vagy éppen a másik vesét, és ha a másik vesét érinti, tehát ha mind a két vese érintett lesz, akkor alakul ki a menekülési konfliktus aktív fázisa, amit agytörzsi konstelláció elnevezéssel illetünk. Empirikus megfigyelésből tudjuk, hogy a szervezet így már nem csak még több folyadékot takarít meg, hogy a kreatinin érték az 9 mg százalékról 12 mg százalékig emelkedjen, hanem hogy a páciens lelkileg is megváltozott. Ez a konstellációnak a lényege, hogy a páciens viselkedése megváltozott, vagyis térben dezorientált lesz. Nem ismeri már fel a környezetét, és erre korábban defektként tekintettünk, mint a természet hibájába, de valójában itt két értelmes biológiai különprogram skizofrén konstellációja ad egy új kombinációt, aminek megvan a közös biológiai értelme. Itt látjuk a partra vetett halnak a helyzetét. Ez a partra vetett hal mit csinál? Nyugodtan fekszik és várja, hogy a következő hullám visszavigye a vízbe. Ha elkezd vergődni, akkor természetesen nem fogja túlélni. Amikor egy ilyen agytörzsi élőlény, most mondjuk ennek az őse, ami még a vízben élt sok millió évvel ezelőtt, egy hullám a partra vetette, akkor mit élt meg ez a szerencsétlen állat? Hát először is egy ilyen elanyátlanodási konfliktust, hogy minden társa hirtelen eltűnt, ugye? És azt, hogy az élete is veszélybe került, ezért lett az élőlény térben tájékozatlan, dezorientált, és a viselkedésében konsternált, azaz zavarodott. A lényege az ennek a helyzetnek, hogy így 80-90%-os valószínűséggel ezt túlélhette, mert mikor a következő hullám bevitte a vízbe, akkor magához tért. Ezzel szemben sokkal biztonságosabb és eredményt ígérőbb volt várni tehát a következő áradás új hullámjára, mint elkezdeni vergődni. Ezt tehát még egyszer a természet hibájának tekintjük, amikor az embereknél, a pácienseknél kialakul a veselégtelenség, és urémiás prékómáról beszélünk, holott csak ez a dezorientáltság, tehát a tájékozódási képességnek az elvesztése, az egy konstellált állapot következménye. Dialízisre fogják az ilyen embert kötni, valójában a veséről szóló előadásból is tudjuk, hogy ilyenkor mindent megkapunk, amire szükségünk van a túlélés érdekében. A hivatalos medicinának az anatómiai és topográfiai tényei a germán gyógytudományban is érvényesek. Tehát az, amit anatómiából tanultunk, az úgy van. Na most a partra dobott hal is a szemével a biztonságot jelentő víz felé néz. Az ember is, aki megéli a menekültségi konfliktust, a divergens strabizmust, vagyis a kancsalságot fogja megtapasztalni. Miért van ez így? Azért, mert a szemtávolító ideg, a nervus abducens eredési helye, magja a hídban, ugyanott van, ahol a
vesének is a magja. Itt látjuk hosszanti metszetben a nervus abducens, tehát itt jön szépen az ideg, mármint grafikusan levezetve, de hogyha itt csinálunk egy keresztmetszeti képet, akkor láthatjuk, hogy ez a két vese relé is ennek a szomszédságában található meg. Ez a nervus abducens a külső izmot, ezen a képen itt látjuk, a távolító izmot idegzi be, ennek az összehúzódása pedig a szemgolyónak a kifelé való tekintését fogja okozni. Tehát megint csak fejlődés történetileg kell visszamennünk, hogy megértsük. A sok millió évvel ezelőtti élőlénynél, melyet a tenger egy nagy hulláma kiöntött a szárazföldre, két menekülő konfliktust is megélt, ahogy az előbb ezt már tisztáztuk, és ettől kezdve lett zavart a viselkedése, nem tér magához és tájékozatlan. A szemeit oldalra kell fordítania ennek az élőlénynek, és a szemtávolító ideghez, amit itt látunk, tartozó sima izomrostok, akkor még csak sima izomrostok voltak, ugye, a szemet oldalra húzzák, és ezt az oldalra húzást úgy tudja folyamatosan megtenni, ha ez a nervus abducens, vagyis távolító ideg, agyideg, úgymond kólikában van, egy fokozott izgalomban van. Az ilyen páciensnek még a haráncsikolt izomkötegeikkel, amit ugye a nagy agykéreg irányít, még tudják a szemüket egyenesen mozgatni, de a szemek már nem engedelmeskednek annyira, főleg nyugalomban nem. Először ilyet Hammer doktor Dirk fiánál tapasztalt, ráadásul mindkét oldalon, hogy a szemei oldalra tekintettek. Azt kérdi Hammer doktor, hogy kéne elképzeljük az ős szemet? Hát többé-kevésbé, ugye, entodermálisan, vagyis belső csiralemez által vezérelt lyukacsos koronként erre próbáltam itt a pupilláról egy másfajta felvételt behozni. Ugye a pupilla is egy idézőjelbe tett bélszármazék, a pupilla mozgató rendszere nem más, mint egyféle bélperisztaltika. Tudjuk, hogy a pupilla tágítását a sugár irányú izmok végzik, mert nyilván, ha a sugár irányú izmok összehúzódnak, akkor a pupilla megnagyobbodik, a pupilla összehúzódását pedig a körkörös izmok összehúzódása fogja okozni, márpedig sugárirányú és körkörös izmok a bélrendszerben is ugyanígy megtalálhatóak. Na most a pupillának tehát az a feladata, hogy a fényalából a jobb ős szemmel keresztül minél több fényt válasszon ki, és a bal pupillával pedig ezt elengedje. Tehát ez egy nagyon ősi történet, és hogyha a szemtávolító ideg, ez a nervus abducens, ugye, ha oldalra húzza ezt a bélkorongot, vagyis a pupillát, ha oldalra húzza azáltal, hogy a szemgolyót is oldalra húzza, így fog a pupilla még több fényhez jutni a legjobb tájékozódás céljából. A távolító ideg görcsével, tehát fokozott perisztaltikájával idézőjelbe téve ezt, ennek az izgalmával pontosabban a pupilla összehúzó izom is működni fog. A kitágult pupilla azt jelenti, hogy több fényt szeretnék befogadni, de ne feledjük el, hogy a hiányzó pupilla reakció, amikor kitágult a pupilla izmok bénulása miatt ez a halál egyik jelének számít. A pupilla beidegzés tehát átfedésben van a vesegyűjtő csatornák reléjével, ami azt jelenti, hogy az ősszem nagyon szoros kapcsolatban volt a vesegyűjtő csatorna menekülési konfliktusával. Mindez Hammer doktornak az aranykönyvéből idéztem, és benne van, hogy milyen elképesztő mély kutatásokat végzett Hammer doktor annak megértésére és megmagyarázására, hogy miért van az, hogy amikor vesegyűjtő csatorna szindróma fellép, akkor az embernek a szemtengelye kifelé fog fordulni. A megoldásban ugye a mikobaktériumok segítenek minket, és ezen a képen a tudományos táblázatból való képet látjuk, ami a vese előadásában is természetesen előfordul, és itt a vesegyűjtő csatornákról van szó, amit a jobb alsó sarokban sárga színnel jelzünk, a narancssárga szín pedig a glomerulusokat, azokat az érgomolyagokat jelzi, amiről már az előbb szóltam.
konfliktus aktív szakaszban a menekültségi konfliktus, az elhagyatottság, a meg nem értettség, a kirekesztettség érzése, vagy éppenséggel egy nagyon komoly létkonfliktus, mert elvitte az árvíz a házamat, vagy az jég elverte a termést, és nincs miből megélnem, vagy a járvány, vagy valami az állataimat vitte el, le kellett öljem valamilyen járvány miatt, és a megélhetésem került veszélybe, tehát ezek az egzisztenciális konfliktusok is ide tartoznak. Ezek mind-mind a konfliktus aktív szakaszban elindítják, amit mutattam, a vesegyűjtő csatorna sejtjeinek a szaporulatát, hogy bent maradjon a víz, hogy biztosítsam a létfeltételeimet, mint azt tettük, amikor még halak voltunk, csak rá kéne jönni, hogy már nem vagyunk halak. A megoldási szakasz után jön a gyulladás, ugye? És jön a gyűjtőcsatorna sejtszaporulatának a lebontása. Na most ez a konfliktus aktív szakasz túl sokáig tart, akkor az gyűjtőcsatorna ráknak is nevezhetjük, de amikor megtörténik a lebontása, akkor ez tuberkulotikusan elsajtosodik, és ez természetesen a vizeleten keresztül fog távozni. Ezt a medicinában vese tuberkulózisnak nevezik, éjszakai izzadás reggel felé, akkor albuminúria, azaz fehérjeürítés jelenik meg a vizeletben, hőemelkedés, fáradtság, éhség, ezek mind a gyógyulásnak a tünetei, kérem szépen. A lényeg az, hogy már a konfliktus pillanatában és végig a konfliktus aktív szakaszban mikobaktériumoknak lehetőleg lenniük kell, és ezek addig szaporodnak, amíg mi konfliktus aktív szakaszban vagyunk. Minél több sejtet építünk, annál több baktériumra van szükségünk, hogy azt ugye le is tudjuk bontani. Ha nincsenek ott időben ezek a baktériumok, akkor bár a megoldásban eltűnik a zavarodottság állapota, a tájékozódó képesség visszajön, de megmarad a magas kreatinin szint érték, és a vízraktározás nem normalizálódik, mint ahogy az egy sikeres TBC után történet. Tehát bent maradnak az ödémák. Ajánlom ilyenkor, hogy terhénből származó forralatlan tejet igyon valaki, ha ilyen programja van. Amint Hámer doktor írja egyébként, ezt az egész fejezetet húgyvérűségnek lehetne nevezni, mert ha magas is a kreatinin szint érték, és a vizelet kiválasztása minimális, azaz csak 200 ml a konfliktus aktív szakaszban, a lényeg az, hogy ez is a túlélésünket fogja biztosítani. Itt látjuk alól azt a Hámer doktor által leírt ciklust, a nitrogén ciklust, amikor is a fehérje részecskékből ismét fehérjék fognak kiépülni a szervezetünkben, vagyis nem csak vizet, hanem táplálékot is spórol a szervezetünk. A térbeli eltévedést és dezorientáltságot mindig urémiás tudat elhomályosodásnak nevezte a medicina. A térbeli tájékozódó képesség nem változik meg a dialízissel sem. Tehát a dialízis nem fog hatni a lelki tényezőkre. Igaz, hogy a medicina mindig csinál valamit, hogy pénzt keressen, már olyanokat is dialízisre tesznek, akiknek még arra nincs szükségük, de hát ebből lehet pénzt keresni. Szóval már 4 mg százalék kreatinin értékkel is képesek dializálni betegeket, és a lényeg az volna, hogy megértsük, hogy mi is történik a szervezetünkben, és ha megjelenik ennek a gyűjtőcsatorna elsajtosodásának a tünete, tehát a sebváladékának az öblítéséből származó, mondjam azt, hogy kóros vizelet, fehérje vizelés, akkor nem megijedni kéne, hanem fehérje gazdag táplálkozással, hát, vagy ha szükséges vérplazma infúzióval, tehát vérszérum pótlással, humán fehérjével megoldható a fehérjének a pótlása. Remélem, hogy mindaz, ami szóba került, az érthetővé tette számunkra, hogy a tüneteket másképpen is kéne értelmezni. Az agytörzsi konstellációról látjuk itt Hámer doktornak a rajzát és a szövegét, ami szintén a tudományos táblázatból való,
nem az aranykönyvből. A tudományos táblázatban Hammer doktor a következőket tisztázza. A menekültségi konfliktus mindig a vesegyűjtő csatornákat érinti, és a konsternált állapoton kívül a víz visszatartását is okozza. Valamint, amint mondtam, a szemek kifelé tekintését. Ezt az állapotot még előidézi a létkonfliktus az életfeltételek létezésének hiányában, ami egy egzisztenciális konfliktus, vagy a magára hagyatottság érzése, például kórházkonfliktus, behoztak ide engem meghalni. A leukémia, köszvény és urémia esetén mindig jelen van az egyik vesében, vagy mindkettőben a vesegyűjtő csatorna program is. Ha nem a menekültség érzése okozza az agytörzsi konstellációt, hanem a máj és egy vastagbél program például, amelyeknek, mint tudjuk, a májnak jobb oldalt, a vastagbélnek bal oldalt van a reléje, ez is létre fogja hozni a zavart tudatállapotod, de ebben az esetben nem gyűjtjük be a vizet. Ez egy lényeges kérdés. Az is lényeges, hogy ez a zavarodott tudatállapot, vagy konsternáltság, térbeli tájékozódó képtelenség, ez pszichotikus tünetnek számít, mintha ez egy pszichiátriai probléma lenne. A kialakult veserákot már onkológiai problémának nyilvánítják, az abducens bénulást, a szűkre húzott pupillákat az ideggyógyász fogja nézegetni, a TBC a belgyógyász vagy az urológus asztala lesz, és az úgynevezett veseelégtelenség vagy fehérje vizelés a nefrológusra tartozna. Szóval senki nem értette, hogy minden értelmesen összefüggés, az sem, hogy a lelket és a szervet soha nem szabad egymástól elválasztani. Márpedig a szakorvosok képzésével és az egésznek a nem ismerésével, csak egy szűk területnek a megismerésével biza úgy járunk, hogy nem értjük meg azokat a tüneteket, amelyek egybe tartoznak. Következőképpen nyilatkozik Hammer doktor az aranykönyvébe. Nem akarom azt mutatni, hogy többet tudok, mint amit tudok. Megmutattam nektek az alapelvet. Most jó munkával arra kell törekednünk, hogy a baloldali és jobboldali hammeri gócok minden kombinációs lehetőségét, illetve annak biológiai felsőbb értelmét kisilabizáljuk. Nincs értelme spekulálni. Legalább 10-20 eset kell minden kombinációs fajtához. Én nekem jelenleg nincs ennyi, nem lehet, mert ismeretes, hogy minden pácienssel történt beszélgetésemet tiltott kezelésnek minősítettek. 2 héttel ezelőtt ugye arról beszéltünk, hogy a fogvatartottak között, mikor Hammer doktor ott volt a börtönben, megfejtette, hogy a spontán bűncselekmények mögött milyen konstellált állapotok állnak. Azt mondja, hogy a munkát mégis el kell végezni. Ilyen problémákat például pszichoterápiával kezelni a szerviz szint ismerete nélkül értelmetlennek, illetve ráadásul veszélyesnek tartom. A továbbiakban jól fel fogjuk ismerni, hogy az értelmes biológiai különprogramok kombinációinak lelki tünetei az eredeti EBK-val részben csak közvetve függ össze. Ezért senki nem jött még rá, majd így folytatja Hammer doktor. Ha az ember valami újat akar felfedezni, vagy már felfedezett, akkor semmi sem akadályozóbb, mint a régi dogmák, amiket kényszerűen mindig magunkkal cipelünk, mivel nem csak államvizsgát tettük le egyszer, hanem ha messze menőleg tévesen is, de sok évet beledolgoztunk. Az ember mindig veszélyben van, hogy belecsúszik a régi kerékvágásba. Ez azért is könnyebben lehetséges, mivel a régi tévedés komoly és általánosan elfogadott. A másik probléma viszont, hogy nem lehet mindent egyszerre újra felfedezni, főleg nem a medicinában. A páciens ma tudni szeretné, mi újság. Ha nem vigasztalom meg a jövő évvel, amikor már remélem, hogy többet fogok tudni, talán bele is hal. Mint már megbeszéltük, a medicinában tiszta tények vannak, de vannak vélt tények is, amelyek vagy nem, vagy csak félig meddig helyesek, tehát nem is voltak igazi tények. Ide tartozik a legtöbb úgynevezett felismerés, illetve jobban mondva sejtés az úgynevezett agykutatásban. Komolyan elhihetitek, csak egészen kevés dolog van az agyról szóló felismerésekben, ami valóban vitathatatlan.
a legtöbb úgynevezett felismerés azt jelenti, mint eddig olyan gyakran a medicinából, abban indulunk ki, feltételezzük, új ismerések szerint, a legtöbbje nem is stimmel. Egyébként természetesen ismert, hogy az izmokhoz tartozó pupilla beidegzés a hídból jön, ami ugye az agytörzsnek a része. Tudjuk, hogy az agytörzs a nyúltagy, híd, agykocsánya, kikertestek együttességből áll. Csak eddig egy embriológus se tudta megmondani, hogy kerülhetett a beidegzés az agytörzsből a pupillába. A kérdés nem is tűnt eddig különösebben fontosnak. A germánygyógytudomány itt is, mint olyan sokszor, a felismerések új földjére visz bennünket. A következőben esetleírást fogunk elmondani ebből az értékes könyvből, ugye, aminek ezt a címet adta a Hammer doktor, ha nem leszel jó, jössz Klára nénihez. Sok embert gátlásosnak, félénknek vagy félősnek érzünk. Erre aztán megpróbálunk többnyire hosszú pszichológiai magyarázatokat találni, vagy végül karakter tulajdonságnak tulajdonítjuk. Az igazi okot most már ki tudjuk találni a germán gyógytudomány segítségével, gyakran nagyon egyszerű, ugyanis egy vagy több biológiai konfliktus van mögötte. Amikor a páciens hölgy ebben az esetleírásban 5 éves volt, azt mondták neki, ha nem leszel jó, jössz a Klára nénihez. Klára néni ugyanis szívesen örökbe fogadta volna a gyereket, ami korábban sok gyerekes családoknál nem volt ritkaság. Úgy gondolták, hogy ez mindenkinek jó. A gyereknek ezek nem voltak belátható okok. Persze Klára néni nem volt rossz ember, sőt, kedves is volt. De távol a szülőktől, a testvérektől, a játszótársaktól, a szülői háztól és a szomszédoktól. A pácienst kirázta a hideg. Az Isten szerelméért nem, ott aztán el lenne anyátlanodva. A gyermek elszenvedett egy menekülési konfliktust. Gyakran álmodott róla, és egy halláskonfliktust a megfelelő helyen, azaz nem hitt a fülének. Beszéd fülcsengést okozott. Ha nem leszel jó, jössz a Klára nénihez. Mondat hallása, ami először az apjától hallott, de utána mindig csak az anyja ismételgette. Hogy melyik alkalommal szenvedt el a páciens a második menekülési konfliktust, nem tudjuk időben pontosan behatárolni, de egyszer Klára nénihez utazáskor, amihez egy MAI program is járult. A gyermek gondban volt, hogy hazavigyék, és attól félt, hogy egyszer a néninél hagyják, és nem eheti az anyja főztjét. Még akkor is, ha Klára néni kedves volt hozzá, szép dolgokat ajándékozott neki, igen gyanúsnak tűnt, mert a gyermek pontosan tudta, hogy mit jelent az örökbefogadás. És mindig újra az volt. Ha nem leszel jó, jössz Klára nénihez. Állandó félelemben élt, hogy lepasszolják a nénihez. Azóta az egyik konfliktus sín az volt, hogyha nem leszel jó, a másik sín egyáltalán az utazás. 1994-ig így is maradt, bár a páciens közben már 50 éves lett, és egy felnőtt lány anyja még orvosként is még mindig megpróbál egy, jól viselkedni, kettő, lehetőleg egyáltalán nem utazni. Így további konfliktus sín számára a saját anyja, aki ezt a súlyos, következményű mondatot mindig mondogatta. A páciens, ha csak kap egy levelet az anyjától, vagy telefonon beszél vele, már is ott a menekülési konfliktus egyik recidívája. Ha aztán még el is utazna, akkor bejönne a két menekülési konfliktus következménye, mindkét vesélynek a gyűjtőcsatornája, illetve két gyűjtőcsatorna karcinoma. Ösztönösen, a férjét leszámítva, minden orvostól lehetőleg távol tartotta magát, soha nem hagyta magát megvizsgálni. Szerencsére, mert különben minden lehetséges dolgot legalább átmenetileg találtak volna nála, amit így legalább nem találtak meg. Agyi CT-re csak akkor került sor, amikor a férje biztosította róla, hogy személyemen kívül senki más nem olvashat bele, ami meggyőzte őt. Így egyszer jobb vesegyűjtő csatornak karcinomája volt, hozzátartozó TBC-s elsajtosodással, másszor a másik, mivel mindig mindkét konfliktusát váltakoztatva megoldotta. Egyszer mégis úgy alakult, hogy a két konfliktus sín egyszerre lett aktív.
Amikor is az anyával történt telefonos veszekedés után a férje rábeszélte, hogy utazzon el vele Bajorországba egy rövid szabadságra. Tehát az anyja és az utazás egyszerre kerültek sínre. Alig utaztak pár száz kilométert, a férj, aki orvos volt, csodálkozó megállapította, hogy a felesége helyileg teljesen dezorientált volt. Először arra gondolt, hogy a felesége szélütést szenvedett, de nem tudta elképzelni, hogy milyen okból lehetett volna. Azt hitte, hogy majd a célállomáson jobban lesz. De még rosszabbul lett. A felesége egyre másra kérdezgette, hol vannak. Nem tudta megtalálni a hotelszobát, és teljes dezorientáltságban kóborolt a szállodában. Dezorientált és még konsternált is volt. Mivel a férje ismerte a germán gyógytudományt, amit akkor még új medicinának neveztek, rögtön rájött, hogy a feleségének két aktív menekülési konfliktusának kellett lennie. Természetesen fel sem merült, hogy pszichiátriai klinikára utalják, még kevésbé egy nefrológus művese kezelés céljából. De mit kezdjen Bajorországban a feleségével, aki nem csak oligúriás lett, tehát kevés vizeletet tudott kiválasztani, az egész világ azt kiáltaná, hogy ez urémiás prekóma állapotban van, és mint később aztán egy szemináriumon megtette, most is megkérdezte magát. Mit tenne, vagy tanácsolna most dr. Hammer? A válasz? Azt mondaná, hogy azonnal utaz haza a feleségeddel. Rájött, és megtette. Az orvos kézen fogta a dezorientált feleségét, beültette az autóba, bepakolta újra az összes bőröndöt, és amilyen gyorsan csak lehetett, hazautaztak. Késő délután érkeztek haza, a feleség bár nem ismerte fel saját házukat, megkérdezte a férjét, hol vannak. A férje megint magát kérdezte, illetve a germán gyógytudományt hívta segítségül. Mit tenne vagy tanácsolna most dr. Hammer? És jött a válasz, menj a feleségeddel oda, ahol a leginkább szeret lenni. Hát ez könnyű volt megtenni. A Tyúk és Libaul volt az a hely, ahol a felesége legjobban szeretett lenni. Gyakran egy egész órát vagy többet is töltött törpe, viándotte dísztyúkjainak nézegetésével, amikor kis csirkéi voltak. A baromfi udvar a kert végén, a háztól kb. 50 méterre volt, tehát megint kézen fogta a feleségét, kimentek a Tyúkolhoz, ott álltak egy darabig, és nézegették a tyúkocskákat. Végül megfordult a felesége, és azt mondta, Horst, mi otthon vagyunk. Mint a mesében, lehullott a varázslat, a következő 24 óra folyamán minden normalizálódott, mintha semmi sem történt volna. Normalizálódott a vizeletkiválasztás mennyisége is, ami korábban minimálisra csökkent. Aztán 1997-ben a konfliktust megoldotta az anyával egy nagy beszélgetésben. Ezután a páciensnek hónapokon keresztül éjszakai izzadása volt. Hammer doktor felfedezései a kollégák egy részét elgondolkodtatta, sőt, el is ismerték olykor. Ezért örültem, írja Hammer doktor, amikor nemrégiben egy svájci pszichiáter elismerőleg megveregett a vállam, és azt mondta, Hammer úr, ha csak két külön program egyetlen kombinációját is kitalálta volna, például a kétoldali vesegyűjtő csatorna karcinomát biológiailag vezérelt dezorientáltság, és azzal újra megteremtette volna az összekötetést a pszichiátria és a szervi medicina között, akkor ön köztünk, pszichiáterek között király lenne, mert mi mindannyian semmit sem tudunk. Ez idézett volt Hammer doktor aranykönyvéből, és én remélem, hogy a mai napon is sikerült érzékeltetnem ezzel az esetismertetéssel, illetve az előtte való részletezéssel, hogy a germán gyógytudomány az alapja annak, hogy megértsük, hogy hogyan működünk, hogy felismerjük, hogy mit kell tennünk a megelőzéshez, és mit kell tegyünk a megoldáshoz. Tehát nem abból kell kiindulni, amiből az akadémikus orvoslás. A környezeti tényezők által okozott megbetegedések nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörében. Kérem szépen, ha valakinek nincs megfelelő tápláléka, ha nyomelem vitamin hiányban szenved, az nem a GNM tárgyköre. Az ilyen hiányoknak nem lesz az agyi CT-n Hammeri gócok. A balesetek, a mérgezések,
az orvosi műhibák, a sugárzás, a kemoterápia nem a germán gyógytudomány tárgyköre. Ezek fizikai szintű behatások. A germán gyógytudományba azok a történések tartoznak, amelyek lelki szinten indítanak el az agy közvetítésével egy szervi elváltozást. Tehát eltekinthetünk attól, hogy ki mennyire iskolázott, milyen a családi állapota, a testtömegindexe, vagy hogy dohányzik, vagy nem dohányzik. Mert a fel nem oldott érzelmi megrázkódtatások száma fogja eldönteni, illetve a konfliktus aktív szakasz hossza fogja eldönteni, hogy mennyire fogunk szenvedni a megoldásban. A sínek meg, ha nincs feloldva érzelmileg, ugye, akkor gondoskodnak a krónikus lefolyásról. Az egyes programoknak a felismerésével viszont felismerjük az okokat. És ha már az okokat ismerem, a tüneteket ismerem, akkor valós megoldást tudunk kezdeményezni a gyógyulás érdekében. Az érzelmileg megrázó konfliktusokat kell tehát feltárni, és érzelmileg lezárni ahhoz, hogy valóban a program véget érjen. A germán gyógytudomány egy valós tudomány, mert reprodukálható, összehasonlítható, előrejelezhető, és ez nem mondható el a mai akadémikus medicinára. Nem statisztikán és állatkísérleteken nyugszik. Ezek tiszta, felesleges eljárások a biológiában. A statisztika nagyszerű. A közgazdaságtanban és matematikában és egyéb ilyen fizikai szintű tudományokban, de a biológiában a minden vagy semmi törvénye uralkodik. Én nem hiszem, hogy valaki csak 65%-ban szeretne meggyógyulni. Úgy gondolom, mindenki 100%-ban óhatja a gyógyulást és az egészségének a visszanyerését. Ez teljesen megvalósítható, de nem statisztikai kérdés. Az egy másik, az statisztikai kérdés, hogy a kemoterápia után 5 évvel még hány ember él, ez teljesen statisztikai kérdés. És az is egy statisztikai kérdés, hogy a germán gyógytudománnyal meggyógyult emberekből 5 év múlva még hányan élnek. Nem akarok itt számháborút indítani, de nem a statisztika alapján kéne eldönteni, hogy mi igen és mi nem. Az állatkísérletek pedig teljesen feleslegesek, hiszen mindenki a saját konfliktusára reagál, és egy állatban végbe ment, lélekagyszer szinten megtörtént, vagy mérgezések útján létrejött biológiai elváltozásokat átrakni az emberre, hát szóval ez merész ötlet. Viszont az embriológiából és az 5 természettörvényből mindent megérthetünk, hogy mikor építünk, mikor bontunk sejteket, és mikor változtatunk működést. Ez a medicinának az alapja. A legjobb megelőzés természetesen, amint mondtam az elején, azzal is fejezem be, nem újjék el nap a te haragoddal. Érzelmileg zárjuk le a mai napnak minden problémáját, és akkor nem fogunk megbetegedni. Ha ezt nem akarjuk tenni, akkor szenvedhetünk tovább tudományosan. Nagyon köszönöm, Karesz, a mai webkonferenciát. Tátott szájjal hallgattalak közben. Nagyon érdekes volt látni azt, hogy a magányosság és a térben, időben való dezorientálság milyen könnyen előfordulhat bárkivel, és milyen messze menő következtetéseket vonunk le egy ilyen ember láttán.